Vereséggel kezdte a labdarúgó első liga új idényét a Sepsiszentgyörgyi Sepsi USK, annak ellenére, hogy végig támadta a Krajova elleni találkozót és több helyzetet kihagyott. Az ellenfél a végjátékban szerezte a találkozó egyetlen gólját. Valóságos védőangyala volt csapatának a krajovai kapus Pisi Téli, aki legalább 4 bravúros védéssel akadályozta meg a Sepsi OSK-t a gólszerzésben, a labdarúgó első liga első fordulója keretében játszott mérkőzésen. A szentgyörgyiek így is megszerezhették volna a teljesen megérdemelt győzelmet, ha a játékvezető nem nézi el, amikor Ákhákbár ellen szabálytalankodtak a 16-oson belül, illetve nem engedi el Koljics Les gólját. Úgy gondolom, hogy a jó mérkőzést csináltunk. Sajnos megint most már meg vagyunk szokva, ez egy bírói tévedésből, Les szituációból kaptuk a gólt, nekünk előtte pár perccel volt egy tiszta büntető, amit nem adtak meg, úgyhogy most már nem hogy érezzük, hanem rendesen ma ütnek, csapnak, svágnak sajnos. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy sok esünk ebben a Roma bajnokságban nekünk nem lesz. Hasonlóan keserű szájízzel nyilatkozott Nicuy Roland, az OSK kapusa is. Hogyha Krajov ellen nem sikerül gólt szerezni, akkor két ilyen óriási hiba a bírók részéről hátrányba hoz minket, és az ő gólukról nem is szeretnék beszélgetni, mert aki nézte a meccset, az szerintem mindenki látta, hogy szerintem a visszamutatások ból minimum egy fél méteres Les volt. Pozitívum, hogy a csapathoz érkezett új játékosok közül 4 is helyet kaptak a kezdőben, és érezhetően minőségi javulást hozott a játékuk. A következő fordulóban a Sepsi OSK Kolozsvárra, a CFR-hez utazik, a közvélemény által magyarnak elkönyvelt csapatok rangadójára.